5 évvel ezelőtt, 2016. júniusában egy népszavazással kezdődött meg a Brexit, vagyis az a folyamat, aminek során az Egyesült Királyság tavaly január 31-én elhagyta az Európai Uniót. Londonban néztük meg, hogy mi változott azóta. Egy nő a vízumot emelte ki, ami szerinte zavaró, hogy most olyan helyeken is kell vízum Európában, ahol korábban nem kellett. Egy másik londoni arról beszélt, hogy ő arra számított, lesznek változások, de nem igazán tapasztalt ilyet. There could be problems, lots of problems. Egy harmadik nő pedig azt mondta, hogy ugyan lehetnek problémák, de ő személy szerint ilyet nem tapasztalt, minden megy tovább, mint korábban. Business as usual. A Brexitnek azonban volt valós következménye. Több mint 400 cég költözött el Nagy-Britanniából. Ezzel több ezer milliárd fontot kihelyezve különböző Európai Uniós nagyvárosokba. A Brexitet a vállalkozások és az emberek is megérezték, bár a hatást nehéz megkülönböztetni a járvány okozta hatástól, mondta az Euronews tudósítója. London híres halpiacán, a 600 éves múltra visszatekintő Billingsgate-en hajnali 4-kor kezdődik az élet. Itt minden normálisnak tűnik, de ha jobban megnézzük, látszik, hogy a Brexit negatívan érintette az itt működő családi vállalkozásokat. Korábban Észak-Írországból hoztuk az angolnákat, de idén ez az első hét, hogy érkezett angolna szállítmány. Ráadásul rengeteg a vele járó papírmunka, mondta egy kereskedő. A beszerzési árak emelkedtek, és kevesebb hal érkezik, főleg Skóciából. Emiatt minden drágább lett, mondta egy másik kereskedő. Ennek a virágüzletnek a tulajdonosa, bár áruját Hollandiából szerzi be, a Brexit mellett szavazott. Elmondása szerint nem bánta meg döntését, sok változást nem tapasztalt az üzletben. Néhány termék valóban később érkezik meg, és mondják is, hogy egy nap alatt nem tudják leszállítani, de általában minden ideért 2 nap alatt, mondta a virágboltos. Jason Bond, nyugat-londoni személyi edző, a Brexit ellen szavazott, de mint mondja, sok különbséget ő sem vesz észre a kilépés óta. Az egyetlen dolog, ami eszembe jut, hogy a rendeléseim kicsit lassabban érnek ide, de itt helyben én nem tapasztaltam csökkenést a munkámban. Nem igazán volt rám hatással, mondta a személyi edző Jason Bourne. Eltelt tehát 5 év. Van, aki megérezte a Brexit hatását, de olyanok is vannak, akiknek az életét egyáltalán nem befolyásolta, hogy az Egyesült Királyság elhagyta az Európai Uniót.